Ismét Mihalovics Pétert választotta meg az országos választmány elnökének a Fidelitas. A régi új elnök rögtön ismertette is azokat a területeket, ahol a szervezetnek kiemelt feladatai lesznek a következő időszakban. Ezek a fiatalok munkanélküliségének felszámolása és az új nemzedékprogram megvalósítása. Én azt hiszem, hogy a Fidelitas... Mihalovics Péter elmondta, a Fidelitas feladata az, hogy betöltse a fiatalok és a döntéshozók közötti kommunikációs űrt, és az a fórum legyen, ahol a politikusok el tudják magyarázni a választópolgároknak, mit miért csinálnak, miközben alapvetően a fiatalok érdekeit képviselik. Szinte valamennyi nagy település önkormányzatában jelen vagyunk önkormányzati képviselőkkel, de a Parmentben is egy viszonylag szép számú Fidelitasos kontingens az, aki próbálja képviselni a fiataloknak az érdekeit, sőt, Európai Parlamentben is vannak képviselőink. A Fidelitasnak az ország 106 választókörzetében működik szervezete. A 2014-es választásokon jelentős támogatást nyújtanak majd a Fidesznek a siker érdekében. A tisztóító ülésen Dajs Tamás európai parlamenti képviselő ismertette azt a közvéleménykutatási elemzést, amely szerint jelen pillanatban a Fidesz valamennyi választói korcsoportban megnyerni a választást. Ez akkor is így van, mondta a képviselő, ha az ellenzék ezt nem így látja és valótlan dolgokat állít. Egy idő után beleszeretnek ebbe a hazugságba, és úgy gondolják, hogy a saját maguk által kitalált, és a saját maguk által minden csatornán terjesztett hazugság az az igazság. Dajs szerint a KSH adatai ellentmondanak annak az állításnak, miszerint 300 ezer fiatal vállalt külföldön munkát 2010 óta, hiszen az adatok alapján az elvándorlók 60%-a 2010 előtt ment kidolgozni. A politikus úgy látja, hogy a fiatalokat ma már nem lehet megvezetni hamis állításokkal, mert visszatértek a gondolkodás szabadságának elvéhez. Kritikusan állnak a dolgokhoz, és maguk akarják kialakítani véleményüket.